Köszönöm szépen, azért a magyar kreatív ipar nagyon rossz helyzetben lenne, hogyha én lennék valóban az, akinek a legtöbbet köszönhetik, mert valószínűleg, akik a kreatív iparban részt vesznek, sokkal többet köszönhet a kreatív ipar, mint nekem. De viszont, tessék, látják. Visszatérve 2011 nyarára, amikor valóban átvettünk egy olyan intézményt, ami inkább egy gyanús intézmény volt, legalábbis ami a sajtóban megjelent Magyarországon, az azt megelőző időszakban a Design Termináról, az inkább ilyen pénzmosás gyanú, visszaélés gyanú, nem működő intézmény, nem érvényesülő kormányzati akarat. És 2011 nyarán, amikor leültünk beszélgetni Gergővel, illetve Englert Roberttel, hogy próbáljuk meghatározni valahogy, hogy a Design Terminált hogyan lehet elhelyezni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium körül kialakuló bolygórendszerben, akkor arról beszéltünk, hogy a Design Terminálnak az a küldetése, hogy azt mutassa meg, hogy mi milyen Magyarországot szeretnénk. És ezért nagyon örülök annak, hogy Gergő kapott egy telefont Pekingből, amit én nem kaptam meg, ami arról tudósított, hogy megnyílt Pekingben a Magyar Intézet, ahol a gombold újra legsikeresebb termékeit is bemutatták, mert hogy a Magyar Intézet, külföldi magyar intézetek is hozzánk tartoznak. Tehát ami 2010-11 körül az egyik célunk volt, hogy egy többé-kevésbé zárt rendszerben egy kis mikrokozmoszként meg tudjuk mutatni, hogy mi milyennek szeretnénk látni a jövő Magyarországát, akkor ezek szerint elkezd működni a véráramban, láthatjuk azt, hogy, és kezd kirajzolódni egy olyan kép, amiben mi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, illetve annak környékén, annak a munkáját segítendő intézményekben dolgozó emberek milyen Magyarországot szeretnének. Ez pedig egy kreatív, innovatív, a tehetségeket felkaroló és nyitott Magyarország. Én mélyen hiszek abban, hogy Magyarországnak csak akkor van esélye, ha Európában mi leszünk a leginnovatívabb, abban mélyen hiszek, hogy mi vagyunk a legkreatívabb, és mi vagyunk a legnyitottabb nemzet, nyitottabb minden újra, úgyhogy megőrizzük természetesen a nemzeti karakterünkből adódó hagyományokat, és ezt szervessé építjük, és fel tudjuk mutatni a fiataloknak is, és a már kevésbé fiataloknak is azt, hogy a magyarok nem véletlenül örvendenek nagy hírnévnek a világ számos pontján, mert mi valóban kreatívak vagyunk, és valóban egy rendkívül tehetséges nemzet vagyunk, csak hinni kell magunkban, és bizalmat kell szavazni saját magunknak. És akkor sikerülni fog. És én a Design Terminál pályájában ezt látom, de megint csak a kezdetekre egy mondat erejéig visszakanyarodva, azt is mindannyian tudjuk, hogy a Design Terminált nem tudtuk volna így elindítani, hogyha Benzsen Miklós nem segített volna nekünk. Hogyha az akkor még szabadalmi hivatal, azóta szellemi tulajdon nemzeti hivatala ne állt volna ott a minisztérium mellett, ne állt volna ott a Design Terminál mellett, ne állt volna ott minden kezdeményezésünk mellett a Design Héttől kezdve bármi, amit mi akartunk csinálni, hiszen mi teljesen ismeretlenek voltunk ezen a pályán. Miklós nagyon sokat segített nekünk, bevezetett minket a jobb körökbe, segített, támogatott minket a szakmai tudásával, és aztán gyengéden, nógatva minket el is indított ezen az úton. Ami út folytatódik, mert hogy örömmel jelentetem önöknek, és köszönöm Gergőnek a nagy lelkűséget, hogy meghagyta ezt a bejelentést nekem, hogy 2014. január 1-től megszabadul a Design Terminál tőlem, amennyiben önálló költségvetési szervé válik. Ami azt is jelenti, hogy stabil költségvetéssel, már elkészült önálló stratégiával, stabil személyzettel, nem a minisztérium kényekedvének és költségvetési hullámveréseinek kiszolgáltatva, reményeim szerint egy független intézményként, független szellemi műhelyként tudja folytatni azt a pályát, ami a magyar kreatívipar, a magyar innovativitás felkarolása és külföldön való bemutatása terén már eddig is tett. Köszönet ezért Gergőnek, mert hogy ő volt az, aki kezdettől fogva rágta a fülemet. És mondta nekem, hogy ezen a pályán érdemes menni, és érdemes erre áldozni, és valóban, ahogyan alakultak a dolgok, ez látszott is, hogy szépen lassan
termőre fordul a Design Terminál, aminek kétségtelenül az eddigi legnagyobb külföldi elismerése, hogy a Singularity University itt tartja a csúcs találkozóját, ami egy óriási megtiszteltetés nekünk, egy óriási befektetés a jövőbe, és egy óriási ablakot nyitunk ki a világra, méghozzá nem is a ma világára, hanem a holnap világára. Hadd mondjak el egy történetet Robnélel kapcsolatban. Robné nekem olyan, mint egy varázsló. Körülbelül fél évvel ezelőtt volt olyan kedves, és eljött hozzám a miniszteri dolgozószobámba, és angol tudásomat erősen próbára téve 3D printingről beszélt. És én próbáltam fogyatékos gimnáziumi, egyetemi és egyéb ismereteimet összekaparva valahogyan megtudni, hogy milyen szó lehet ez a 3D, míg nem rá nem jöttem, hogy a háromdimenziós nyomtatásról beszél. Ha jól sejtem, ez a cipő, ami rajta van, ez szintén egy háromdimenziós nyomtatott cipő, és még nem tudom, mi minden, ami rajta van. És egy kicsit tényleg olyan volt, mint ahogy mondjuk évszázadokkal ezelőtt a benszülöttek találkoztak a varázslókkal, vagy a fehér emberrel, aki hozott nekik különböző, egyébként az európai kultúrában akkor már megszokott tárgyakat, amit lenyűgözve néztek a benszülöttek, és próbáltak ismerkedni vele. Én azóta is őrizgetek egy Singularity University műanyag kis szuvenírt, ami háromdimenziós nyomtatás terméke, és időnként megforgatom, mert nem önálló alkatrészekből van, hanem az egész olyan okosan van kinyomtatva. Akik itt ülnek, biztos, hogy sokkal jobbakat, vagy mást is tudnak nyomtatni már, mert gondolom azóta a technológia már odébb van, de én ezen a szinten vagyok. Számomra ez egy varázslat volt, a Singularity University számomra a jövő hírnöke, mint ahogyan reményeim szerint a jövő hírnökei azok a magyar vállalkozások is, akik az itt elkövetkező egy-két napban be tudnak mutatkozni. Egy kicsit felhasználva a Singularity University által felvert média port is, és egy kicsit kihasználva azt, hogy talán most mások is jobban ide figyelnek ránk amerikai barátaink miatt. Nagyon jó ötlet szerintem, hogy lehetőséget biztosítunk fiatal, tehetséges, innovatív magyar vállalkozásoknak is arra, hogy bemutatkozzanak. Ez így néz ki, laza szerkezetű többnapos program, ami tudom, hogy csak szerkezetében laza, az előadók részéről rendkívül feszes, komoly felkészülést igénylő munka, aminek az eredménye reményeink szerint a két logó találkozása lesz azok számára is, akik itt az elkövetkező napokban be tudják mutatni az ötleteiket, a szervezetüket, a cégeiket, a termékeiket, de valami olyasmi, ami afelé mutat, amiről én szoktam álmodozni, amikor a jövő Magyarországáról álmodom, és én abban bízom, hogy nem csak ez a pár nap, hanem az azt követő időszak, minden egyes szövetségesünk itt Magyarországon és külföldön is e felé löki tovább Magyarország sorsát. Mindenkinek jó szórakozást kívánok az elkövetkező napokban, és köszönöm szépen a figyelmüket.